Szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon köszönöm a meghívást, és azzal kezdeném, hogy a címet, hogy Katalin mondta, hogy ezt a címet választottam, ezt a címet kaptam szervezőnktől, Molnár Ervintől. Ő már évek óta kutatja a magyar eladósodást, az adósságállomány kialakulását. Kiadványai is vannak erről, és ő állította össze ezt a grafikont, amit én most megmutatnék önöknek, mert nagyon tanulságos. Majd az előadás során is ezt a grafikont fogom kivetíteni, de azért gyorsan átpörgetem, hogy lássák, hogy milyen számokkal, vagy mivel nézünk szembe, ha a számok oldaláról közelítjük ezt a kérdéskört. Ugye lehet látni, hogy az igazán az eladósodási hullám az 73 után kezdődik, az első olajválság után, és 79-re éri el az első csúcsot, és utána van egy érdekes, számomra már ez is érdekes, Ervin szerint ez egy teljesen konzekvens dolog, majd elmondom, hogy mi történik ott 80 körül, 80 és 84 között megáll az államadósság emelkedése. És Ervin sötétkékkel jelzett 3 évet, 84 után elkezd meredeken emelkedni. És számára ez az a 3 év, ami nem megmagyarázható, hogy mi történik ekkor Magyarországon, és úgy keresett meg engem évekkel ezelőtt, hogy az én impexes kutatásom, a külkeres kutatásom adott neki valami táppontot, hogy mi történik, milyen pénzszivattyú, vagy mi indul be 84-ben. Nekem erről egy kicsit mást, amit az én kutatásom, tehát nem pénzügyi és közgazdasági szemmel nézve, nekem egy kicsit mást mond ez az ábra, ugyanis én azt látom, hogy az a pénzszivattyú, amiről én írok, az már a 70-es évek elején dübörög. És a 80-as évek elején fut fel igazán, pont abban az időszakban, amikor az államadósság növekedése megáll. Ez egy nagyon érdekes ellentmondás, majd erre is igyekszem kitérni. És aztán látható, hogy 89-re, ugye 90-re már olyan 22 milliárd dollár államadóssága van az országnak, az Antal kormány, amikor ezzel szembesül, hát eléggé sokkoló lehetett ez az adat. És hogyha megnézik, hogy a rendszerváltás idején a többi szocialista ország ezzel hogy áll, hát látható, hogy messze Magyarország a legeladósodottabb a régióban. Ennek is megvan az oka az én olvasatomban, és igyekszem majd erről is beszélni. Ezek már bonyolultabb adatok, de itt azt lehet látni, hogy a felvett, tehát a hasznos befektetések, és a ráfordítás, hát ez már közgazdaságtan. Én ezt nem fogom elmagyarázni önöknek, de hát, ha valamit értenek belőle. És ami nekem még nagyon beszédes volt, ez a GDP alakulása, és ebből Molnár Ervin azt számolta ki, hogy az ő véleménye szerint minden család 10 millió forintot fizetett a rendszerváltás óta ennek az adósságnak a törlesztésére, minimum 10 millió forintot. És hát a mindennek ugye a végkövetkeztetése, hogy a V4-eken belül ennek az adósságállománynak köszönhetően gyakorlatilag Magyarország a legelmaradottabb. Nekem egész leegyszerűsítve az a konklúzió mindebből, hogy a szocialista blokkon belül a rendszerváltások legnagyobb vesztese Magyarország volt a többi országhoz viszonyítva, és hogy miért, nekem erre van egy saját narratívám, és most erről szeretnék önöknek beszélni úgy, hogy visszaállítom ezt a grafikont, ahol lehet látni, hogy hogyan emelkedik az évek során az adósságállományunk. Ugye, amikor 1979 nyarán Kádár János bejelenti az áremelkedéseket, ez az első, tulajdonképpen egy drasztikus sok hatás a magyar társadalomra, hogy szembesül azzal, hogy az a fajta jólét, amire addig büszke volt a magyar, hasbüszkeségnek szoktam ezt nevezni, az úgynevezett gulyás kommunizmus, hogy mi sokkal jobban élünk, mint a szomszédaink adott esetben. Ez 79 nyarán kipukkad. Olyan drasztikus áremelkedések következnek, hogy az infláció egyik napról a másikra 9%-ra ugrik. Ez nem tűnik olyan soknak, főleg ma, amikor messze túl vagyunk a 10%-on is, tehát kétjegyű inflációval küzdünk már mióta. Akkor ez a 9% azért volt nagyon drasztikus, mert ezen belül a fogyasztás, tehát
az élelmiszer árak ugrottak meg rettenetesen, tehát a hústermékek 30%-a, liszt, cukor, tehát az alapvető élelmiszerek mind-mind 20% fölötti áremelkedést szenvedtek el egyik napról a másikra. Ez egy hatalmas pofon volt a magyar társadalomnak, én azt szoktam mondani, hogy véget ért az úgynevezett gulyás kommunizmus 79 nyarán. Kádár azzal magyarázta akkor az áremelkedést, hogy 73-as olajválság gyűrűzött be Magyarországra 79-ben. Ugye innentől kezdve a rothadó kapitalizmus meg az imperialisták oka volt minden, de hogy ebben igaza volt-e Kádárnak, ez más kérdés. Részben ki lehet jelenteni előre, hogy igen. Tehát volt hatással a 73-as olajválság Magyarországra. De azért a gulyás kommunizmus vége nem kifejezetten csak és egyedül ennek köszönhető. Ugye mi történik 73-ban? Nagyon röviden, hogy értsük. Tulajdonképpen 73-as olajválság az, ami megteremt egy új gazdasági világrendet a Földön, ami egyébként most roskadozik éppen jelenleg. Ugye 71-ben Amerika feladja a Bretton Woods-i rendszert. A Bretton Woods-i rendszert azt 44-ben, tehát a világháború utolsó évében hozzák létre. Az a lényege, hogy a dollárt az arany értékéhez kötik. Aranyalapra helyezik a dollárt, ami nem... tehát az a lényege, vagy értelme nagyon leegyszerűsítve a dolognak, hogy egy világpénzt csinálnak belőle. Amerika világbirodalmi babérokra tör. Ahhoz, hogy Amerika a világbirodalom legyen, ahhoz az kell, hogy az ő pénze legyen a világpénz. Onnantól kezdve, hogy Bretton Woods-ban aranyalapra helyezték a dollárt, ez lett a tartalékképzések valutája, és ez lett a világkereskedelem valutája. Ennek nagyon sokrétű következménye lett, de ami közvetlenül érint minket, az az, hogy felhalmozódott a következő évtizedekben Európában az úgynevezett euró-dollár. Ez az a fajta dollár mennyiség, ami az európai bankokban, az európai cégeknél megjelenik. Elvileg aranyhoz van kötve, tehát ott van mögötte az az ígéret, hogy az európai országok, az európai cégek a náluk fölhalmozott tőkét bármikor beválthatják aranyra. Irdatlan mennyiségű dollár halmozódik fel a 70-es évek, 60-as évek végére, a 70-es évek elejére. Több okból is, egyrészt azért, mert a szocialista országok hiába határolódnak el a nyugattól, és hiába gondolják azt, hogy ők a Szovjetunióval majd a saját világrendjüket teljesen elszakadva a világtól meg tudják teremteni, hát egymás között tudnak csak rúbelért kereskedni. Tehát azért nekik is szükségük van a dollárra, viszont nem bíznak Amerikában, az a legfőbb ellenség, ezért a tartalékaikat nyugat-európai bankokba viszik. Ugyanezt történik az arab országokkal. Ugye a 20. század első felében megjelennek az úgynevezett olajországok az arab térségben, akiket ugyan nagyon kizsákmányol a fejlett nyugat, elsősorban az angol szászok, tehát a Nagy-Britannia és Amerika, de azért minden kizsákmányolás ellenére náluk is megjelenik egy hatalmas dollár mennyiség, amit szintén nyugat-európai bankokba helyeznek el. És a harmadik tétel, ami nagyon jelentős, a dollártartalékok megjelenésében az euró, Nyugat-Európának a fellendülése. 45 után olyan gazdasági fellendülés van Nyugat-Európában, ami azt jelent, azzal jár, hogy a Amerikából a dollár elkezd ezekhez a nyugati európai cégekhez özönleni. Nagyon komoly a szakmai tudás, nagyon komoly infrastruktúra, fejlett technológia áll mögötte, viszont a munkaerő jóval alacsonyabb. A munkabérek jóval alacsonyabbak, mint Amerikában, innentől kezdve a dollár elkezd Európába áramlani. Olyan mennyiségű dollár halmozódik fel a 60-as évek végére, hogy fölmerül már a nyugat-európai országokban, hogy talán meg kéne nézni, hogy van-e mögötte fedezet, hogy ez a sok dollár, ez a papírhalom ér-e egyáltalán valamit. És ekkor jön De Gaulle 67-ben, aki egyedüliként fölmeri vetni annak a lehetőségét, hogy hát talán Franciaország szívesen beváltaná a dollár tartalékait aranyra, hogyha az Egyesült Államok is úgy gondolná. Ebből nem lesz semmi, viszont 68-ban, mint tudjuk, a párizsi lázadások
gyakorlatilag megbuktatják de Gaulle-t. Soha egyetlen egy másik nyugat-európai ország vezetőjének nem merült fel, hogy beváltaná a dollárját aranyra. Én látok némi összefüggést a két esemény között. Minden esetre annyira tarthatatlan lesz a helyzet, hogy 71-ben a dollárt lebegtetett valutává alakítják. Innentől kezdve nincs mögötte az arany fedezete, nem lehet beváltani. És ez egyébként Milton Friedman javaslata az amerikai elnökhöz Nixonhoz, hogy ezt meg kell lépni. Nálunk Milton Friedmanról elnevezett egyetem működik ma Budapesten, de ezt is csak zárójelben jegyzem meg. És 1971-től, ha megszűnik a dollár mögötti aranyfedezet, akkor mi az, ami biztosítja a világpénz szerepet? Hiszen a világpénz szerep nélkül nincsen világbirodalmi szerepe sem az Egyesült Államoknak, de akkor mi véletlen szerencse? Jön az olajválság 73-ban. Itt is látok némi összefüggést, bár közvetlen okokat nem tudok bizonyítékokkal fölmutatni most önöknek, de nem tartom véletlennek ezt a dolgot. Ugye 73-ban egy újabb arab-izraeli háború tör ki október 6-án, és ekkor az olajkitermelő országok embargó alá helyezik azokat az országokat, amelyek támogatják Izraelt, és ezzel párhuzamosan csökkentik az olajkitermelésüket, és ezzel párhuzamosan megemelik az olaj árát. Ugyan a háború két hét alatt lezajlik, ennek ellenére az olajára továbbra is emelkedik, az elkövetkezendő néhány éven belül a 10-szeresére nő az olaj hordonkénti ára. Tehát van egy nagyon komoly energiaválság a világban, és tudni kell, hogy ekkor már a nyugat-európai és az amerikai gazdaság is, de azért az amerikai gazdaság részben független, hiszen van saját olajkitermelése, de Nyugat-Európának nincs, és ekkor már a fejlett gazdaságok nagy része olajjal működik. Egész egyszerűen azért, mert nagyon olcsó volt a 70-es évek elejéig az olaj, ezért az iparok átálltak ennek a használatára. Ez is érdekes, mert addig, amíg a szén volt a legfontosabb energia az európai gazdaságban, addig Európa nem volt olyan kiszolgáltatott. A 60-as évekre átállnak az olajra, amiből viszont nincsen saját forrása Európának, teljesen importfüggő lesz. És ez a kiszolgáltatottság 73-ban bizony komoly következményekkel jár. Nagyon érdekes, hogy Nyugat-Európa bár megsínyli ugyanúgy az olajár emelkedését, mint Magyarország, viszont a kapitalista világ gyorsabban reagálnak. Ekkor jön ugye az atomenergia felhasználása, ekkor nyer teret, és átállnak energiatakarékosabb módszerekre, tehát hogy az első sokk után ott is, tehát ilyen 12%-os az átlagos infláció 73 után nyugat-európai fejlett országokban, de elég gyorsan tudják kezelni a válságot. De mi történik a vasfüggöny innenső oldalán? Hát természetesen azt gondolják a szocialista országok, hogy minket az olajválság nem fog érinteni, mert hogy szovjet olajat használunk. Nem csak Magyarországon gondolják így, hanem a többi blokkbeli országban is, és a szovjet nyersanyag a szovjet olajára nem változott. Igen ám, de azért ebben is van egy jelentős csavar. Egyrészt Magyarország és a többi ország is egyébként, de Magyarország különösen importfüggő. Abban a pillanatban, amikor az import cikkeknek az ára nyugaton megemelkedik, nyilvánvaló, hogy sokkal drágább lesz a beszerzés, tehát a nyugati infláció azonnal megjelenik Magyarországon, a nyugati infláció hatása. Lehet látni, erről nincs ugyan grafikon, de és fejből nem fogom tudni az adatokat mondani önöknek, de hogy 5-szörösére, 6-szorosára emelkedik egyik napról a másikra az a fajta kompenzáció, amit az importba rak be a magyar állam. Tehát az a lényeg, hogy a vásárló ára ne változzon, a polcokon ne változzon az árucikkeknek az ára,
de a beszerzése megemelkedik, és ezt a kormány központi büdzséből finanszírozza ezt a különbséget. Ez a kereskedelmi árú csere arányok felborulása, ami eddig is nagyon komoly költséghányadot jelentett az országnak, ezután sokszorozódik. De nem csak ez az oka, hogy Magyarországot nem hagyja érintetlenül a 73-as olajválság, hanem az is, hogy a szovjetek úgy gondolják, hogy hát most a világpiaci ára az olajnak megemelkedett jelentősen, hát már miért adnák ők ennyire olcsón, még akkor is, ha testvér, ugye idézőjelbe vett testvér országokról van szó. Volt egy olyan, hogy bukaresti árelv, ezt 58-ban a KGST országok hozták létre, az volt a lényeg, hogy 5 évenként egymás között megegyeztek abban, hogy bizonyos árucikkeknek mennyi lesz az ára, ezzel próbálták egymást védeni a nyugati árváltozásokkal szemben, és abban bízik 73-ban a Magyarország is és a többi szocialista ország is, hogy ennek a bukaresti árelvnek megfelelően Moszkva a következő 4-5 évben nem nagyon módosíthatja az olajárat, de hát Moszkva ezt fölmondja rövid úton, és a szovjet olajára is elkezd emelkedni. De ugye ez még mindig csak egy része a következményeknek. Magyarországon van egy nagyon speciális társadalmi gazdasági rend, amit úgy neveztem az előadás elején idézőjelben, hogy a gulyás kommunizmus. Kádárnak a legitimációja kérdéses. Kádárt a szovjetek, tudjuk, 56-ban fegyveres úton raknak a magyar társadalom nyakába. Legitimációja 56-ban egyenlő a nullával. Amivel ő el tudja magát fogadtatni, az a fajta hatalomtechnika, amely nem csak egy nívósabb életszínvonalat biztosít a magyar társadalomnak, de tulajdonképpen a magánéletből amennyire lehet kiszáll a pártállam. Tehát már nem kell a csengőfrásztól feltétlenül tartani, abban az esetben persze, hogyha az adott ember elfogadja a hatalom által diktált játékszabályokat. Tehát nem szabad beleszólni semmibe, nem szabad kérdezni semmit, mindenki csak a saját magánéletével foglalkozzon, ne politizáljon, és ebben az esetben, hogyha tartja ezeket a kereteket, bizony lehetősége van egy kicsit szabadabb életet folytatni. Ugyanakkor abban a pillanatban, ezt nagyon jól érzi szerintem Kádár, hogyha ezt az életszínvonalat elengedi, akkor nem, tehát fél attól, hogy egy újabb 56 lesz. Egyáltalán nem érzi biztosítva az ő hatalmát. Innentől kezdve nem engedi, hogy az árváltozások begyűrűzzenek a boltokba, az emberek mindennapjaiba, egészen 79-ig. 76-ban még van egy apró kis próbálkozás, ott van egy némi áremelkedés, de Kádár annyira megijed már a bejelentéstől, hogy rögtön utána közli, hogy ebben az évben 3,5-4%-os reálbér növekedésre számíthatnak a magyarok, tehát ez a fajta áremelkedés is hát csak ilyen vicc kategóriába fullad. Ugyanakkor, hogy kialakul ez az inflációs helyzet a világban, ezzel együtt megjelenik az olcsó hitel. Ugye látjuk, hogy 73 után kezd el tetemesen nőni az államadósság. Ugyanis ekkor az olajkitermelő országok elég komoly vagyonra tesznek szert a megemelkedett olajárakból, amelyet nem tudnak egy az egybe felhasználni a befektetéseikre, hiába nőnek a sivatag homokjából ki a felhőkarcolók, elég sok felhasználatlan dollárjuk marad, és ezek újra Nyugat-Európába áramlanak. Átmenetileg a 70-es évek közepén nagyon olcsó lesz a hitel. És Magyarország él ezekkel a hitelekkel, elsősorban a mindenki által ismert Fekete János nevére hivatkoznék, ő az, aki állandóan megnyugtatja Kádárt, hogy olcsón lehet pénzhez jutni, nincsen semmi gond. Igen, ám csak ezek az olcsó hitelek átmenetiek. A magyar gazdasági szakemberek időben figyelmeztetnek egyébként arra, hogy ez fenntarthatatlan lesz, egy-két évig esetleg olcsók a hitelek, de aztán utána majd jön a kamatemelkedés, ami visszamenőleg is katasztrófát idézhet elő.
Sőt, az árhivatal vezetése már 73 telén követeli az árak fokozatos emelkedését, amiben ugye Kádár nem megy bele. Tehát az a fajta narratíva, amit nagyon sokáig tankönyvekben tanítottak, hogy a magyar szakemberek nem ismerték fel az olajárrobbanás hatását, ez nem igaz. Figyelmeztették Kádár, de Kádár féltette a hatalmát, ezért nem emelkedtek az árak. És ezek az olcsó hitelek odáig vezetnek, hogy amire jön a második olajválság, ugye 79, addigra Magyarország drasztikusan el van adósodva. És hogy visszatérve ez a grafikonhoz, látják, hogy 79-80-tól stagnál az emelkedés. Nagyon érdekes, hogy ekkora a 79-es áremelkedésekkel együtt egy Marjai József nevezetű ember teljhatalmat kap a pénzügyek terén, a fiskális politikába, és azt mondja neki Kádár, hogy hozza helyre ezt a dolgot. Nagyon komoly megszorítások következnek. Ez az első olyan év, 80 környékén, amikor a szociális kiadásokat visszafogják, a kultúrára adott támogatásokat visszafogják, nagyon-nagyon komoly megszorítások következnek, és erre hivatkoznak a pénzügyi szakemberek, közgazdászok, hogy ennek köszönhető, hogy ekkor megállt az adósságállomány növekedése. És aztán 84-ben valami történik, ugye Marjait leváltják, de önmagában én ezt nem érzem feltétlenül indokoltnak, és elszabadul újra az adósságállomány. De most itt nagyon megy az idő, úgyhogy gyorsan rátérnék arra, hogy ez az elmélet, tehát ez az, amit úgy nagyjából az én történész fejemmel össze lehet rakni a szakirodalomból, de hogy mi történik itt például Marjai alatt, számomra ez megfejthetetlen. Az igazi nagy kérdés nekem nem az a három év, amit Ervin bejelölt itt sötéttel a grafikonon, nekem az igazi nagy kérdés azok az évek, amikor stagnál az államadósság, és hogy miért, például Marjai személye miatt. Ugye az én kutatásom azt bizonyította be, hogy itt a 70-es évek elejétől egy nagyon intenzív és tudatos tőke kiáramoltatást kezdett meg a pártállami elit Magyarországról. Ezt részben a külkereskedelem segítségével tették. Ugye, ha megnézzük, hogy miért adósodik el az ország, hol vannak azok a nagy lyukak, ami tönkreteszi a magyar gazdaságot, az egyik a rossz árfolyam politika, a Magyar Nemzeti Bank tudatosan, szerintem tudatosan, hosszú távon rossz árfolyam politikát folytat Fekete János vezetésével. Elképesztő sok milliárd dollár folyik el a rossz árfolyam politikával. Szerintem ezt Fekete János bizonyos pénzügyi köröknek kedvezve tudatosan csinálhatta. A másik ilyen nagy rés, az pedig a folyamatos külkereskedelmi deficit. A 60-as évektől kezdve a magyar külkereskedelmi mérleg szinte kivétel nélkül hiánnyal zár. A külkereskedelmi deficitet pedig azzal szokták magyarázni, hogy Magyarország piacképtelen termékeket állít elő, magyarán nincsen olyan termény, amivel ki lehet a nemzetközi piacokra állni, csupa selejtet és másodszínvonalbelű terméket hozunk létre. Ami részben persze igaz, sok esetben elmondható ez a szocialista iparról és a tervutasításos gazdálkodásról, de alapvetően mégsem lehet ezzel megmagyarázni ezt a folyamatos deficitet. Azt lehet látni, hogy Magyarország rááll egy sajátos kereskedelmi tevékenységre, ez a közvetítő kereskedelem. Ez olyannyira sajátos, hogy a korszakban az egész világon, tehát a világ összes országát beleértve, Magyarország végzi a legnagyobb arányban a közvetítő kereskedelmet. Méghozzá elsősorban két nyugati cégek közé ékelődik be egy magyar külkereskedelmi vállalat. Ugye a szocializmusban a külkereskedelem állami monopólium. Tehát akármelyik termelő vállalat nem állhat ki a termékével és nem adhatja el. Itt arról van szó, hogy a termelő vállalatnak át kell adni a termékeit egy külkereskedelmi vállalatnak, és az értékesítheti, és nem csak a terméket, de a termeléshez szükséges nyersanyag,
újságokat is ezek a külkereskedelmi vállalatok vásárolhatják csak meg a piacokon. Innentől kezdve elképesztő nagy hatalom van a kezükben. Ezek az emberek már a 60-as, 70-es évekre olyan kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, itt most a külkereskedőkre, illetve a külkereskedelmi vállalatok vezetőire és különböző üzletkötőire gondolok, olyan kapcsolatrendszerrel rendelkeznek nyugaton, a kapitalista országokban, amely lehetővé teszi számukra azt, hogy a közvetítő kereskedelemmel hatalmas korrupciós hálózatot építsenek ki. Magyarán az történik, hogy a külkereskedelmi vállalat megvásárol egy terméket, majd továbbadja ezt egy harmadik félnek, a vevőnek. És szisztematikusan úgy csinálják, hogy olcsóbban adja el a külkereskedelmi vállalat a terméket, mint ahogy megvásárolta. A veszteség a magyar gazdaságot terheli. A külkereskedelem folyamatosan deficittel zár. Viszont az a cég, amely megvásárolta ezeket a termékeket, abból a nyereségből, amit elkönyvelhet, hogy nem közvetlenül vette drágábban, abból visszacsorgat korrupciós pénzeket egyes emberek zsebébe, azoknak a zsebébe, akik lehetővé tették ezt az üzletet. Magyarország már az 50-es évek végén világ első a közvetítő kereskedelemben arányaiban, ekkor a magyar külkereskedelmi forgalom nagyjából 12-13%-a reexport, ez az 50-es évek vége. A 80-as évek elején a teljes külkereskedelmi forgalmunk 40%-a közvetítő kereskedelem. Nem tudom, hogy a közvetítő kereskedelmünknek hány százaléka ilyen jellegű gazdasági visszaélés. Sajnos erre nem találtam még adatot, és amikor kérdeztem szakembereket, hogy lehetne-e ezt kutatni, esetleg meg lehetne-e tudni, hogy ez hogy alakul, akkor csak mosolyogva azt a választ kaptam, hogy nem. Egyszer biztos, tehát nem tudom, ezt én nem fogom tudni kikutatni történészként, ez nyilván pénzügyi, gazdasági szakember kell, és olyan adatsorok, amik nem a KSH-tól vannak feltétlenül, mert azért a korszakban azok manipuláltak, hanem valami egyéb Magyar Nemzeti Bankból, innen-onnan külkereskedelmi bank egykori irataiból származó adatsorokból egyszer talán meg lehet nézni, és akkor tisztában lehet látni, hogy az eladósodottságunknak hány százalékát tette ki ez a fajta gazdasági visszaélés. De hogyha visszatérünk ez a 79-hez, és miért van nekem kétségem abban, hogy Marjai valóban egy pénzügyi zseni, bár ezt nem vonom kétségbe tőle, inkább, hogy egy szent ember lett volna. Ugye 79-ben a második olajválság az nem egyszerűen egy háborús helyzet, sokkal komplexebb, mint a 73-as, és nincs is olyan drasztikus hatása már ekkor. Itt van egy atomerőmű baleset Amerikában, amely visszaveti az atomenergia felhasználási kedvet, újra visszatérnek az olajhoz. Iránban van egy iszlamista fordulat, aminek az lesz a következménye, hogy 79-ben Teheránban az iszlamisták megtámadják az amerikai követséget, túszokat ejtenek, és Amerika képtelen kiszabadítani a diplomatáit a túszejtők kezéből. Itt egy közel másfél évig húzódó ex-lex állapot, sivatagi viharban lezuhannak a menekítésre küldött helikopterek, tehát ez egy nagyon csúfos kudarccal végződik Amerika számára ez a túszejtés. Minden esetre mit csinál ilyenkor egy ország, amikor a diplomáciai problémái vannak? Embargót hirdet, szankciókat rendel el. Ez olyan ismerős a jelenlegi globális politikában is. Hát Amerika embargó alá helyezte az iráni olajat 79-ben. És akkor is szükség volt az iráni olajra Amerikában is, akár csak most a szovjet beszélek butaságot, az orosz olajra és az orosz földgázra, tehát közvetítőkön keresztül vásárolja meg Amerika 79 után az iráni olajat. Tudják a nemzetközi külkereskedelem képviselői vagy szereplői, hogy melyik az az ország, amely közvetít, nagy tételben ez Magyarország, úgyhogy Marjai József az egyik kulcsfigurája annak az üzletkötésnek, amely arról szól, hogy egy amerikai olajvállalat, a legnagyobb magánolajvállalat, egy Philip Brothers nevezetű cég Magyarországtól vásárolja meg az iráni olajat.
Marjai hozza össze, Marjai az egyik, és Fekete János a másik, aki összehozza ezt az üzletet, ez a két ember hozza be a Fibro tulajdonosait Magyarországra. Úgy néz ki az üzletkötés, hogy 10%-kal olcsóbban adjuk el az olajat a Philip Brothersnek, mint amennyiért megvásároljuk Irántól. Ez a tulajdonképpen az embargónak ez a fajta kijátszása, ez nagyon sokáig elhúzódik, 89 végén még ezzel a konstrukcióval adjuk el az olajat Amerikának. Tehát ez egy évtizedeken keresztül zajló adásvétel, egyetlen egy üzlet, amivel dollár 100 milliók úsznak el a magyar kasszából. És innentől kezdve lesz számomra érdekes jelenség Marjai, és ez talán majd egyszer leszek olyan okos és ügyes, hogy kikutatom, hogy mi volt az ő szerepe mindebben, mert eléggé ellentmondásos. Közben megy a megszorítás, ugye engedik egy kicsit 80-as évek elején a magyar embereket vállalkozni, ezek a GMK időszakai, amikor a magyar ember, gyakorlatilag az én édesapám is egyébként 16 órázott az Esztergom műhelyben, sokszor 8 óra munka és 8 óra GMK, és ezzel tudtak tulajdonképpen valamelyest megélni, vagy valamiféle megélhetést biztosítani a 80-as évek első felében. Tehát ez egy nagyon-nagyon ellentmondásos időszak szám, nekem is megválaszolhatatlan ebben Marjai szerepe. De hogy mi történik, és miért van az, a másik érdekes kérdés, és erre még lesz idő, hogy Magyarország az, amelyik ezt csinálja a blokkországai közül. Hogy miért Magyarország a legnagyobb vesztes? Miért nem Románia? Vagy az, jó, NDK ez a speciális helyzet, de mi van a csehekkel? Mi van a románokkal, a bulgárokkal? Ugye azzal véleményem szerint, és innentől kezdve ez a saját elméletem, hogy kialakul ez a korrupciós hálózat a külkereskedelmen belül a 60-as évektől kezdve. Kialakul, létrejön egy olyan elit Magyarországon, egy olyan gazdasági pénzügyi elit Magyarországon, amely egy az egyben nyugattól függ. Onnan kapja az egzisztenciáját ugyanis. Ez a korrupciós pénzek, ezek teljes egészében kiszolgáltatják ezeket az embereket, nyugati multinacionális cégek, különböző bankok, pénzügyi központok felé. Számukra nem Moszkva az igazodási pont. És ez a fajta kapcsolatrendszer, ez olyan szinten beépül, megmarad Magyarország egészében, hogy a 80-as években már nem a pártállam az, amely igazán irányít, hanem ez a gazdasági kapcsolatrendszer. Ha megnézzük, hogy mi történik a 70-es évek végétől, tetten érhető az úgynevezett, most találom ki az úgynevezett, de ez a soros jelenség. Ez, hogy megjelennek bizonyos amerikai nagybefektetők, úgynevezett filantrópok, egyébként úgy is nevezi a magyar sajtó ezeket az embereket, hogy filantrópok, akik eljöttnek üzletelgetni Magyarországra. Az első ilyen Cyrus Eaton, aki a Rockefeller bankháznak az egyik felfuttatottja. Az 50-es évek közepén már ő maga is egy nagyon komoly üzletember, hatalmas médiabirodalma, olajtársasága van, vasúttársaságai, tehát egy nagyon-nagyon gazdag üzletember, aki rááll arra, hogy a két világrend közötti kereskedelmi kapcsolatokat felfuttassa. Tehát Hruscsovtól kezdve az összes szovjet elnök a közvetlen baráti körébe tartozik, a saját rendszerén fogadja őket vendégül, Hruscsovtól kezdve az összes többit. És ez a fajta szoros gazdasági kapcsolatba belép valahol Magyarország is. Magyarország lesz az az összekötő, az a kapocs, amely kapukat tud megnyitni nyugaton. Ugyanis egy szovjet üzletembert, egy szovjet diplomatát, egy szovjet műszaki szakembert gyanakodva fogadnak Nyugat-Európában, de egy magyart nem. És miért nem? 1956-nak köszönhetően. Tehát 1956 föltette Magyarországot a térképre, a magyar
vagy a pesti srácok a szabadság szimbólumai lettek, tehát egy magyar szakember, egy magyar értelmiségi megjelenése nyugaton sokkal kevesebb ellenérzést vált ki, mint mondjuk ugyanezt egy szovjet formációban, és ezt kihasználja Moszkva, és ezt kihasználja Kádár. És innentől kezdve, mint egy trójai falovat tulajdonképpen a magyarokat, a magyar értelmiséget be lehet tolni Nyugat-Európába. Ennek számos következménye lesz, gazdasági téren például az, hogy az a fajta külkereskedelmi elit, amely Moszkvából és fölülről megkapja 56 után azt a feladatot, hogy jó viszonyt ápoljanak a nyugati cégekkel azért, mert szükség van a nyugati tőke beáramlására. Moszkvának is szüksége van a nyugati tőkére, mert tudja, hogy nem fogja tudni tartani a hidegháborús versenyt az Egyesült Államokkal hosszú távon. Szüksége van a dollárra is, meg szüksége van a technológiára is. És ebben a tőkekapuban lesz kulcsfontosságú szerepe Magyarországnak. És erre az ideológiai szerepre tulajdonképpen ráépül egy korrupciós hálózat, amit véleményem szerint azért nézel Moszkva, mert elég komoly hasznot hajt neki. Ugye onnantól kezdve, hogy megengedik 1972-ben Magyarországnak, hogy a külkereskedelmi vállalatok, de csak és kizárólag a külkereskedelmi vállalatok cégeket alapíthassanak nyugaton, kapitalista világban, innentől kezdve kiépül egy offshore céghálózat, hiszen gondoljanak bele, ha létrejön egy leányvállalat akárhol nyugaton, annak a cégnek a működésére az ottani szabályok érvényesek, vagyis azonnal hozhat létre számos újabb céget. Az újabb cég újabb és újabb cégeket, amelyek már nincsenek bejelentve Magyarországon. A 80-as évek elejére 400 olyan bejelentett leányvállalat van nyugaton, amelyről tud a magyar pénzügyi vezetés és van fölötte pénzügyi felügyelet itt Magyarországon, de hogy ezeknek hány vállalata jön létre, azt becsülni sem tudjuk, véleményem szerint több ezer. Tehát itt kiépült egy több ezres céghálózat, offshore jelleggel működő céghálózat, ahova a közvetítő kereskedelemből járó korrupciós pénzeket ki lehetett vinni, kint lehetett tartani, ki lehetett vonni a magyar pénzügyi felügyelet alól. Tehát van egy nagyon-nagyon sajátos jelenség, amihez hozzájárul az a fajta érdeklődés nyugatról, amely ezeknek a pénzügyi Cyrus Eatonöknek a megjelenésével jár együtt. Nem Eaton az egyetlen, beszélhetnénk Armand Hammerről, aki még Lenint is látta, együtt találták ki a Szovjetunió kiépítésének gazdasági lehetőségeit, és ez a Hammer 90-ben halt meg egyébként, tehát végigélte a kommunista rendszert. Ő is megjelenik Magyarországon a 70-es évek végére, de megjelenik egy Andrew Sarlós, és számos olyan diplomatának mondott ember, akik valójában nem diplomaták voltak, hanem üzletemberek. És azt a gazdasági érdekkört, amely a 70-es évektől kezdve rátelepszik Magyarországra, itt akkor még multinacionális cégekről beszélhetünk, példának okáért a Siemens egy ilyen halára korrumpálta a magyar műszaki és pénzügyi értelmiséget a 60-as évektől kezdve, de számos ilyen nagyvállalatról van szó, akkor még multinacionális, ma már globális céghálózatoknak nevezzük őket, és olyan szinten ékelődnek be a magyar gazdaságba, ahonnan nincs menekvés. Tehát a 80-as évek végén, mikor jön a rendszerváltás, egész egyszerűen ezek az érdek, körök, meg sem engedik a lehetőségét sem annak, hogy Magyarország bármiféle gazdasági szuverenitásban gondolkodjon. És hogy miért nincs ez máshogy, miért nincs máshol ez ugyanígy, hát ugye itt lehet látni ez a másik ábra, hogy Magyarország mennyivel rosszabb helyzetben van a többi országhoz képest. Hát csak egy példa, ugye mondtam, hogy 72-ben Magyarországon megengedik azt, hogy a külkereskedelmi vállalatok cégeket alapítsanak nyugaton. Ez teljesen egyedülálló a blokkban, nincs ilyen másik országban. Van Romániában, nagyon hasonló 71-ben, tehát egy évvel korábban, mint nálunk, lehetővé teszik az ilyen vegyes vállalatok alapítását, de Románia területén.
Tehát arról van szó, hogy a román pártvezetés behívja a nyugati tőkét az országba, és azt mondja, hogy itt román vegyes tulajdonban alapíthattok cégeket. Magyarországon ezt nem engedik meg, ilyenről szó nincs. Magyarországon arról van szó, hogy mi visszük ki a tőkét. Nem behívjuk a működő tőkét, hanem kifele irányítjuk a tőkét. Az, hogy Magyarországon vegyes vállalatokat hozhassanak létre, ezt 77-ben engedélyezik hivatalosan, de a Siemensnek, amit mondtam, hogy a Siemens brutális módon szerzi a piacokat már a 60-as években Magyarországon, és a Siemens kedvéért hoznak egy olyan rendeletet 77-ben, hogy itt létrehozhassa a saját vegyes vállalatát, ez a Sikontakt, de még évekig ez egy elenyésző, egészen a 87-es társasági törvényig gyakorlatilag a Magyarországra beérkező működő tőke az elenyésző. Tehát ezt úgy tudnám megfogalmazni, nagyon konyha nyelven ilyen történész adja, hogy a mi kommunistáink még ahhoz is hülyék voltak, hogy saját maguknak lopjanak. Hogy ezek a pénzek, amik innen kiáramlottak, azok nem a Fekete Jánosok meg a Marjai Józsefek zsebébe kerül, hanem multinacionális cégekhez, magyarán globális tőkekoncentrációkhoz vitték ki innen a pénzt. Jó példa erre, például, még van 5 percem, ezt még gyorsan elmondom, még egy összehasonlítás, hogy Szlovénia példája, ugye ott a Jugoszlávia felbomlásakor Szlovénia az egyetlen olyan egykori tagország, ahol viszonylag vértelenül és gyorsan lezajlik az elszakadás. A délszláv háborúból sikerül elég gyorsan kikeveredniük azért, mert onnan is őrült módon viszik ki a vörösök, a komcsi hálózatok a pénzt a szocializmus idején. Ugye ott erre van is lehetőség, sokkal nyitottabb a gazdaság végig a jugoszlávoknál. Tehát menekítik ki külföldre a tőkét, ugyanúgy egyébként, ahogy a SZEKU csinálta Romániában, de a saját számláikra menekítik ki a pénzt. És amikor jön a délszláv háború, és összeomlik Jugoszlávia, akkor a szlovén pártelit azt a pénzt, amit kimentett magának korábban, visszahozza. És ők lesznek a vörös bárók. Berakják a helyi, a saját bankrendszerbe, berakják a TB alapokba, berakják. Igaz, hogy a vörös bárók uralják le Szlovéniát, de azt tudom mondani, hogy legalább maguknak lopták el. Ugyanez van Romániában, nyilván ez is köztudott, hogy Románia úgy jön ki a szocializmusból, hogy nincsen államadóssága, azért, mert Ceausescu kiszipolyozva a saját népét visszafizeti az utolsó fillérig az adósságot. De közben azt is tudjuk, hogy a SZEKU irdatlan mennyiségű pénzt különböző gazdasági visszaélésekkel eladják a zsidókat, eladják a szászokat, és számos más olyan akciójuk van, amiből rengeteg pénzt kaszálnak, és ezeket nyugaton tartják ezt a pénzt. És aztán visszahozzák, és gyakorlatilag a SZEKU levezényli saját magának a forradalmat, és tulajdonképpen úgy mennek át a rendszerváltásba, hogy megőrzik a saját pártelitjük, a saját állambiztonsági hálózatuknak a hatalmát. Magyarországon nem ez történik. Félre ne értsék, nem azt mondom, hogy az jó, szó nincs erről. Én csak azt mondom, hogy a magyar kommunista pártelit még ahhoz is szolgalelkű volt, hogy saját magának lopjon. Magyarországon úgy zajlik le a rendszerváltás, hogy ez a fajta gazdasági háttér kapcsolatrendszer, ami mondom egy az egyben nyugati kapitalista világ felé fordul, érintetlen marad. A bejövő, tehát a privatizációk során bejövő működőtők egy jelentős része véleményem szerint az innen kilopott pénzek, tehát az innen offshore-ba kivitt pénzekkel jön vissza. Ez azzal jár, hogy gyakorlatilag a rablott pénzen lerabolják újra az országot,
és semmiféle gazdasági szuverenitást nem nyerünk vissza, innentől kezdve nincs lehetőség elszámoltatásra, nincs lehetőség igazságtételre, nincs lehetőség lusztrációra. Gondoljanak csak bele, milyen kellemetlen lett volna ezeknek a pénzügyi köröknek, ha új telefonszámokat és új neveket kell megtanulni a rendszerváltás után, hogy kiket kell fölhívni, hogy a különböző üzleti ügyeiket elintézzék. Tehát véleményem szerint én legalábbis azzal magyarázom azt a tényt is, vagy ezzel magyarázom azt a tényt is, hogy Magyarország az egyetlen olyan volt szocialista ország, ahol kísérlet sincs reprivatizációra, számonkérésre, igazságtételre, lusztrációra, és még egy vagyonleltár sem készül. A rendszerváltás idején egyébként a mai napig nem készült. És mivel 3 óra van, én most ezt be is fejezném. Köszönöm szépen!